Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Sámuel próféta első könyve, első részének az első 11 versében. Ezt a szakaszt ülve hallgassuk meg figyelemmel. Sámuel első könyve első részében így szól Isten igéje. Volt egy Ramataim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úrpapja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének Peninnának, meg mindegyik fiának és leányának, és Annának is egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette. De az Úr bezárta a méhét. Vetélytársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az Úr házába, így bosszantotta őt. Ő pedig csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem élek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Sílóban, Éli pap pedig ott ült egy széken az Úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálásan köszönjük ezt a csöndes vasárnapot, és köszönjük, hogy a te színed előtt állhatunk itt, a téged imádók közösségében. Segíts minket, Urunk, hogy valóban tudjunk téged teljes szívünkből imádni. Sokszor olyan cserzetté válik a mi lelkünk. Sok csalódás után bizalmatlanok leszünk mindenkivel szemben. És bevalljuk bűnbánattal, hogy sokszor neked sem hiszünk. Talán rábólintunk arra, amit mondasz a te igédben, de adott esetben nem merjük azt komolyan venni. Könyörülj rajtunk, és segíts most fölemelni a tekintetünket, te rejád, fordítsd mindannyiunk szívét magad felé, és ajándékozz meg minket olyan igével, ami megtisztít, újjáteremt, eligazít. Ajándékozz meg minket most a veled való találkozással. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Köszönjük, hogy ez nem üres papos fordulat, hanem te ígérted meg, hogy eléje mész az úton mindazoknak, akik téged szívükből keresnek, és egyedül tőled várnak mindent. Segíts el minket idáig, hogy legalább a rád szorultságunkat hadd lássuk igazán, és hadd éljük át mélyen. És hadd nyíljék meg a szánk, amelyik oly sok fölösleget és hitvány dolgot fecseg, és tudjuk megvallani, hogy bízunk benned, adj nekünk hitet, hogy valóban várjuk tőled az isteni megoldást és útmutatást.
Engedd, hogy értsük a te igédet, és magunkra tudjuk azt venni, és legyen a te beszéded most is ír és gyógyító erő. Olyan nagy szükségünk van rád. Kérünk, te gyógyítsd a sebeinket, szabadíts meg hangos és dörömbölő önmagunktól, segíts, hogy alázatosan kinyissuk magunkat, és magunkkal vigyük azokat az értékeket, amiket csak tőled kaphatunk. Te pedig osztogasd itt gazdagon ajándékaidat. Ajándékozz meg külső-belső csenddel, és add, hogy ma, ha a te szabadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltár szavaival hirdetem, amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze veti el tőlünk minden bűnünket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Istenünk, hisszük, hogy ez így igaz, és köszönjük, hogyha tapasztalhattuk is a magunk életében, hogy te az éhezőknek eledelt adsz, a foglyokat szabadsággal segíted, a világtalanok szemét megnyitod. Alázatosan kérünk, hogy cselekedett ezt itt most lelkiképpen közöttünk. Nagy szükségünk van mindannyiunknak tőled való lelki táplálékra, az Isten fiainak a szabadságára, és arra, hogy lássunk, ne csak az orrunkig, és ne csak a láthatókat, hanem a teljes valóságot, hogy merjünk hinni neked, és rád bízni magunkat. Kérünk, úgy beszélj velünk, hogy közben ez a bizalom és hit erősödjék a szívünkben. Amen. Isten igéjét hallottuk az imént Sámuel első könyve első részéből, annak a 11. versét újra olvasom. Anna pedig ezt mondta, seregeknek ura, ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor én őt egész életére az Úrnak adom. Eddig az ige. Kedves testvéreim, egyházunk vezetői arra kérték a gyülekezeteket, hogy jövő vasárnap különös felelősséggel és komolysággal imádkozzunk a családokért. Sajnos nagy szükség van erre, elképesztő állapotban vannak a házasságok és a családok, és ezt le lehet mérni azon, hogy a gyermekeink nem csak a körülöttünk levő pogány világból kapnak nap mint nap olyan hatásokat, amik torzítják a szemléletüket, hanem sokszor otthon látnak leginkább rossz példát, negatív mintát arra, és hogy azt kellene mondani, hogy így ne tedd, így ne élj, így ne gondolkozz és így ne beszélj, ahogy otthon hallod és látod. És ez a példa sokkal jobban hat rájuk, mint ahogy gondoljuk. Olyan nagy dolog az, amikor Isten szent lelke kinyitja egy szülőnek a szemét, és meglátja, hogy miben okozta ő a gyermekeinek, a rájuk bízottaknak a torzulását, tud bűnbánatot tartani és újat kezdeni. Nagy szükségünk van erre minnyájunknak, akár vannak vérszerinti gyermekeink, akár nincsenek, mert a példánk hat. És nagy szükség van arra, hogy lássuk, mit tanít a Szentírás a családról. A házasságról szóló sorozatban előbb-utóbb úgy is szó lett volna arról, hogy mit tanít a Biblia a családról, ezért a jövő vasárnapi felszólításnak kezdjünk engedelmeskedni már most, és nézzünk bele egy bibliai család életébe. Múltkor azt mondta egy kisgyerek, olyan izgis mindig belelátni mások otthonába. Ez lehet, hogy izgis, de nekünk itt most nem kell leskelődnünk, mert ez a szentírási szakasz kinyit előttünk, kinyitja egy családi otthon ajtaját, hallhatjuk a két asszonynak a veszekedését is, láthatjuk a gondjaikat, és láthatjuk azt is, hogy hol és hogyan keresték és találták meg sok nehézségükre a megoldást. Ennek a bibliai családnak az életébe pillantsunk bele most, és egész egyszerűen olvassuk le a jelenségekről azt,
hogy mifelé irányítja Isten a mi figyelmünket, törekvésünket, mi lenne az, ami valóban megoldást jelentene sokféle problémánkra. Mindenek előtt kiderül ebből a rövid leírásból is, hogy nem érdemes Isten rendjén könnyedén túltenni magunkat. Isten rendje tudnélik az, hogy egy férfinek és egy nőnek a kizárólagos, totális, egész élete szóló szövetsége a házasság. És ott mindenki más, aki ebbe belekotnyeleskedik, csak zavar és kárt okoz. És most mi szépen megmagyarázhatjuk, hogy persze abban a korban úgy volt szokás, és nem kell Elkánát elítélnünk amiatt, hogy két felesége volt, mert ez egyben a rangot is jelentette. Salamon király azért vett több száz asszonyt feleségül, meg ágyasul, hogy a külföld előtt így is növelje a maga súlyát és tekintélyét. Ez bizonyos korokban így volt, ma meg másként van, ma nem egyidejűleg élnek poligámiában emberek, hanem egymás után váltogatják a partnerüket. Sokféleképpen el tudjuk mi torzítani azt, amit Isten megteremtett, de ebből mindig csak baj lesz, mint ahogy itt is baj volt. Milyen szép egység és békesség volt Elkána és Anna között. De hogy megzavarta ez sokszor ennek a bizonyos Peninnának, a másik feleségnek a jelenléte, meg a nagy természete. Jobb az, ha mi ragaszkodunk Isten rendjéhez, kiki mondjon azt, amit vélmérséklete és ideológiája szerint óhajt, nevezzen konzervatívnak, maradinak, akárminek, boldogok akkor leszünk, ha az Isten által teremtett rendhez ragaszkodunk mindenféle korban és körülmények között. A másik, amit mindjárt az elején megfigyelhetünk, hogy egy istenfélő ember csak egy másik istenfélővel tud igazi lelki egységre jutni. Elkána istenfélő ember volt, és Peninnával, az egyik feleségével nem értik egymást. Sehogy sincsenek közös hullámhosszon. Más az értékrendjük, mások a mércéik, a szempontjaik. És milyen tökéletes egységben tud élni Annával, aki szintén istenfélő ember volt. Ez is Istentől adott rend, lehet rajta változtatni, és egy hívő meg egy hitetlen is sok mindenben egyetérthetnek, sok mindent megbocsáthatnak, sokáig elmehetnek a közös úton, de az az igazi teljes lelki egység, amit a Szentírás a házastársak számára kilátásba helyez, ismeretlen marad a számukra. Az ő nagy nyomorúságuk pedig az volt, hogy nem volt gyermekük. És abban az időben még normálisabban gondolkoztak az emberek a gyermek áldásról, mert azt áldásnak tekintették. Akkor egy asszony nem terhes volt, hanem várta az anyamély gyümölcsét, amiről azt mondja a Biblia, hogy jutalom. Megjutalmazott volt, ha Isten gyermekkel áldotta, ajándékozta meg. Ahol pedig nem volt, ott egy akkori torz gondolkozás alapján arra következtettek, hogy ez valami nagy bűnnek a büntetése. Jézus kiigazítja ezt a téves gondolatot, és azt mondja, hogy nem így van, de minden esetre ezt gondolták, és ezért alázták meg, szégyenítették meg, bántották a gyermektelen asszonyokat és házaspárokat. Itt is olvastuk, hogy Peninna állandóan Annán köszörülte a nyelvét, és lehetőleg, amikor mások is hallották, a nyilvánosság előtt megalázta, megszégyenítette, személyre vetette azt, amiről pedig nem tehetett. Anna pedig csöndesen tűrte. Ezek szerint hívő emberek házasságában is lehetnek gondok és nehézségek. Hát a Biblia erről teljes józansággal ír. Hát hogy ne lennének? Ugyanúgy, mint mindenki másnál. Itt is vannak, csak másként hordozzák, és másként keresik a kiutat belőle. Ők például hogy keresték? Úgy, hogy elkezdtek imádkozni gyermekért. Miért? Hát ez olyan vallásos kérdés, hogy valakinek születik gyermeke, vagy nem. Az ilyen buta kérdéseket nem értik Elkánáék meg Annáék. Mi az, hogy vallásos kérdés? Hát az egész életük
az Istennel való közösségbe van beágyazva. Hát ha valami hiányzik, akkor nem az a legtermészetesebb, hogy mennek mennyei atyukhoz és elmondják. Akiről biztosan tudják, hogy jól tudja, hogy mire van szükségünk. És amire valóban szükségünk van, azt meg fogja adni. Amit pedig ő nem ad meg, azt elfogadjuk tőle hiányként. És ez nem változtat azon, hogy továbbá is őt imádjuk, mint Istent, mert az, hogy ő van, ő jó, ő szeret, ez nem attól függ, hogy mely kéréseinket teljesíti, és melyeket nem. Az Istent igazán ismerő ember számára ez magától értetődik. Sajnos sokan vannak, akik mintegy ettől teszik függővé, hogy Isten Istene, meg ő megérdemli-e, hogy mi tiszteljük, hogy teljesíti-e a kívánságainkat. Aki őt igazán ismeri, mélyen, a valóságnak megfelelően, az úgy viselkedik, mint ahogy Jób tette azt. Aki ki tudta mondani, hogy az Úr adta, most pedig az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Mégpedig nem akármit vett el, hanem mind a 10 gyerekét elvette. Meghaltak a gyerekei. Aztán elveszítette a vagyonát, az egészségét. És nem ezért áldotta Istent, hanem azt mondta, hogy ennek ellenére, ettől teljesen függetlenül, ő az Isten. És egyedül ő neki jár az imádat. És minden körülmények között őt imádom, és imádom őt. Ha áld, ha sújt karod, ahogy az egyik szép énekünk mondja. Nos, ezt azért volt fontos tudniuk Elkánáéknak, mert ők már hosszú ideje imádkoztak gyermekért, és nem született gyermekük. És nem ettől függött az, hogy a továbbiakban is dicsőítik-e Istent és bíznak-e benne, hanem attól függött, hogy Istent megismerték, és tudták, hogy ő egyedül Isten, és egyedül őt illeti meg minden dicséret, és a bizalmukat továbbra is nyugodtan belévethetik. Hol keresték tehát a nyomorúságukra a megoldást? Istennél. Egészen természetes módon. Nem hitbeli kérdéssel fordultak hozzá, hanem gyermek áldásért könyörögtek. És nem csak otthon kettesben, hanem a gyülekezet közösségében is. Kiderül a leírásból, hogy ők minden áldozatot megadtak azért, hogy részt vegyenek a gyülekezeti alkalmakon, amikor sokakkal együtt is dicsőíthetik Istent, és megvallhatják, hogy kinek hiszik őt. Abban az időben napokig kellett néha gyalogolniuk az embereknek, hogy egy közös Isten tiszteleten részt vegyenek, és sokkal ritkábban volt erre lehetőség. Ez volt az esztendőnek a nagy eseménye, amikor az akkori sílói kicsi templomba, mint hívő izraeliták egy évben egyszer legalább elzarándokoltak, és ott áldozatot mutattak be, mert az csak ott lehetett. Imádkozni otthon is lehetett, de más az, több száz, több ezer emberrel együtt, egy szájjal, egy szívvel dicsőíteni Istent, és ott megvallani és elmondani neki a személyes problémákat is, mint otthon kettesben. Olyan szépen kirajzolódik ez is Annáék életében, hogy van olyan, hogy egyedül imádkozik sírdogálva. Van olyan, hogy ketten egy akarattal, az Isten félő férjével. És van olyan, hogy a nagy gyülekezet közösségében, mint az Isten népe, együtt magasztalják őt. Gyakoroljuk-e ezt mindegyiket? Magányosan, csöndesen is, néha talán sírdogálva is, tudva azt, hogy Isten, így mondja a Zsoltáros, tömlőjébe szedi a mi könnyeinket, számon tartja, hogy mi fáj nekünk. Keresünk-e valakit, akivel meg tudjuk osztani a dolgainkat, és egy szívvel, egy hittel tudunk egy akaraton is imádkozni, ha az nem is a házastársunk, de valaki Isten gyermeke? És van-e rangja a számunkra a gyülekezeti Isten tiszteletnek? Nem tudom, hogy ki szokott készülni egy-egy vasárnapi alkalomra. Ki öltözteti ünneplőbe a szívét, ahogy ezt a szállóigévé vált mondatot néha idézzük. Ki készül az Isten színe elé, amikor idejön. Úgy, hogy elhallgattatja a hangforrásokat,
és szeretné befogadni mindazt, vételre állítani a szívét, amit Isten mond. Nos, Elkánáék így jártak templomba, ők sajnos csak egy évbe egyszer mehettek el, de hónapokig készültek rá, és hónapokig éltek abból, amit ott az Istennel való közösségben, a gyülekezetben kaptak. Így volt ez alkalommal is, amiről itt olvastunk, és ezeket az istentiszteleteket az öröm hatotta át. Örültek az istentisztelet részének is, de örültek egymásnak is, barátok, egymástól távollagú lakó rokonok ilyenkor találkoztak, és beszámolhattak egymásnak. Amikor kijöttek a templomból, órákig még ott voltak és beszélgettek, sőt napokat töltöttek a városban, sok más egyebet is elintéztek. És ebből az általános örömből egész furcsa képként jön elénk Annának a szomorúsága. Ő ott is szomorú, sír, és semmit nem eszik. Miért? Mert Peninna ott is akcióban van, és ott is megalázza őt mások előtt, mert az Isten nem adott neked gyereket, mert te biztos valami nagy bűnt követtél el. És akkor Anna nem bírja tovább, fölugrik, és elkezd futni vissza az üres templomba, ahol az ajtó félfánál már csak az öreg Éli főpap ült a karosszékében. Egyedül akar lenni Istennel. Bemegy a templomba, és ott valamit csinál, Éli is figyeli, hogy mit csinál, le van írva a következőkben, hogy még arra is gondol, hogy talán nem egészen józan, mert az ajka mozog, de hang nem jön ki a száján, mi baja van ennek az asszonynak? Hát most mentek ki a templomból. Nem tudta akkor elmondani, amit Istennek akart? Vagy mindig imádkozni akar? Vagy nem lehetne kint is elmondani ezt az imádságot? Aki nem ismeri a dolgokat, akár még aggódhat is Anna elmebeli állapota miatt. De ne bántsuk őt, mert ez teljesen normális viselkedése egy istenfélő embernek. Hiszen aki valóban rábízta Istenre az életét, az mindent vele akar megbeszélni. És aki őt teljes szívéből szereti, annak mindig rövid az az idő, amit vele tölthetett. És aki komolyan meg akar tőle kapni valami ajándékot, az álhatatosan szokott ezért könyörögni. Ez egészen normális dolog, amit itt Anna tesz. És elmondott egy különös imádságot. Seregeknek, Ura, ha megtekinted a te szolgáló lányod nyomorúságát, és nem feledkezel el szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló lányodnak, én őt egész életére az Úrnak szentelem. Milyen különös imádság. Már maga a megszólítás. Azt mondja, hogy seregeknek, Ura. Többször említettem már, hogy ez egy zsidó hitvallás volt, ami azt jelentette, hogy az illető hiszi, hogy Isten mind a mennyei seregeknek, az angyaloknak, mind a földi seregeknek, a hadseregeknek, mind a sátán démoni seregeinek teljhatalmú, szuverén parancsnoka, és ezek azt teszik, amit Isten tétetni akar velük. Vagyis, aki azt mondta, hogy seregeknek, Ura, az én Istenem, az komolyan vette, hogy Istennek minden lehetséges. Az is, ami az embereknél lehetetlen. Nem dogmatikai tétel volt, hogy ő mindenható, hanem ezt komolyan vette. Ebből indult ki. Ezt Isten tudja magáról, nem neki van szüksége az ilyen megszólítása, az imádkozónak van szüksége arra, hogy tudatosítsa magában, hogy kivel beszél. Nekem kell újra és újra meggyőznöm magamat kis hitűt, hogy a seregek Urához imádkozom most. A másik, amit megfigyelhettünk Anna imájában, hogy milyen mély alázattal áll meg Isten előtt. Aki előtt fölragyog Isten nagysága, az nagyon világosan látja a maga kicsinységét. Egy mondaton belül háromszor így nevezi meg magát, a te szolgáló leányod. És ebben benne van az, hogy nekem tőled nem jár semmi.
én nem úgy állok ide, mint akinek van követelnivalója. Én semmit nem érdemlek tőled. De te a seregek ura vagy, azon kívül az én szerető mennyei atyám egy személyben, és ha akarsz, bármit megadhatsz. Benne van ebben az alázatos hangban az is, hogy nagyon rászorulok a te segítségedre. Ugyanakkor benne van harmadszor az a bizalom is, hogy egyedül Istentől vár mindent. Nem kapkod fűhöz, fához. Ő vagy megadja, vagy nem lesz gyermeke. Ez a teljes bizalom is megszólal itt, különösen ebben, hogy ha. Ez nem a hitnek a bizonytalansága, hanem az Isten szuverénitásának az elismerése. Ha megtekinted a te szolgáló lányod nyomorúságát, ha adsz nekem gyermeket, mert ezt te döntöd el, sőt, már eldöntötted. Én most csak tartom a kezemet, hogyha érdemeim nélkül mégis akarsz nekem adni ajándékot, itt vagyok, és csodálkozó hálával elfogadom. Ez az igazi imádkozó alaplelkület. És mindez betetézi azzal, hogy azt mondja, hogy ha adsz nekem gyermeket, én őt egész életére neked szentelem. Én nem magamnak akarok játékszert. Nem én akarom élvezni csupán a te ajándékodat. Azt is természetesen. De tudom, hogy amit tőled kapok, az a tied. És én ezt komolyan akarom venni. Örülni akarok neki. Látni szeretném a te szeretetedet ilyen formában is, meg elegem van már a sok bántásból, de én nem akarom kisajátítani, amit nekem adsz. Én ezt már most visszaadom neked. Kölcsön kérem a gyermekemet. Nagynak látta Istent, kicsinek magát, és ezért alázatos, de bízott Istenben, és amit kért, azt mindjárt felajánlotta Istennek. És itt most be is lehetne fejezni a történetet. Milyen szép, valaki imádkozik, bízik Istenben, Isten majd eldönti, hogy meghallgatja vagy nem, és az illető hazamegy békességgel. Mert úgy ment haza. Ha tovább olvastam volna az első fejezetet, ott van egy gyönyörű mondat, hogy amikor Anna kijön a templomból, arca nem volt többé szomorú. Ez azt jelenti, hogy addig az volt. Oda bement egy szomorú arcú, keserű szívű, szorongásokkal teli asszony, és kijön egy boldog ember. Hát ez így van megírva a Bibliában, hogy vessed az Úrra a te terhedet, és bízzál benne, majd ő gondot visel rólad. Csak ezt komolyan kellene venni. Az Új Szövetségben meg úgy olvassuk, hogy minden gondotokat őre jár, Istenre vessétek, mert neki gondja van rejátok. Figyeljük meg, hogy a legtöbbször nem a munka fáraszt ki minket igazán, és nem a feladatok terhelnek meg, hanem a gondok. Mert még ha imádságban elmondtuk is Istennek, mint egy őre elvetettük, aztán visszavesszük. És tovább is nyomaszt az, amit én pedig elmondtam neki. Nos, Anna ott hagyta a templomban, Isten előtt, a gondját, a terhét, és arca nem volt többé szomorú. Na de helyes megoldás volt te ez, érdemes-e imádkozni? Hát annyira érdemes volt, hogy a következő évben már nem tudott fölmenni az ünnepes ílóba, mert otthon kellett maradni, szoptatni egy kisfiút. El is nevezték ezt a kisfiút Sámuelnek, Sömu, él, azt jelenti, hogy Isten meghallgatott. Hogy akárhányszor kimondja a kicsikének a nevét, mindig a nagy Isten jusson eszébe, hogy érdemes volt imádkozni, benne lehet bízni, ő válaszolt, ő meghallgatott. Addig is bízott Istenben, amíg nem hallgatta meg, éveken keresztül, mert nem ettől függ, mint ahogy láttuk. De amikor meghallgatta, akkor viszont zendüljön föl a hála és a dicséret, és akkor vallja meg mindenki előtt, hogy ez a kisgyerek egy meghallgatott imádság, ez a gyerek az Isten válasza a hívő könyörgésre, ez a gyermek az Istené. Ezért folytatódott a történet azzal, hogy amikor a kis Sámuel 3 éves körül volt, akkor valóban elvitte őt a szó szoros értelmében a sílói templomba,
egy ideig ott maradt vele, és amikor már megszokott ott a kisfiú, akkor ott hagyta, és attól kezdve egész életén át valóban Istennek szolgált. Mert Anna tudta, hogy ennek a gyereknek csak akkor van bebiztosítva a jövője, ha megismeri a seregek urát, az élő Istent, rábízza magát, ugyanúgy, mint a szülei, és neki fog szolgálni. Valóban nem csak ő akarta élvezni az Istentől kapott ajándékot, hanem azt mindenestül Istennek szentelte. Egész életére ezt mondja. Hát ilyen furcsák az Istenfélő szülők, és egyáltalán az Istenfélő emberek. Elfogadják Istentől a hiányaikat is, nem menekülnek ki a nehéz helyzetből, csöndesen hordozzák a terheiket, de imádságban Istentől kérnek megoldást, imádkoznak akkor is, ha hosszú ideje nem érkezett válasz az imádságukra, minden áldozatot meghoznak azért, hogy a gyülekezet közösségében is imádják az Urat, és ahogy azt a hozzá nem értők mondani szokták, túlzásba viszik a vallásosságot. Mert akkor is imádkoznak, amikor már úgy tűnik, nincs értelme. Meg akkor is imádkoznak például a gyermekükért, amikor még meg sem született. Amikor meg végre megkapták, visszaadják Istennek. Ki érti ezt? Csak az, aki tudja, hogy Isten a seregek ura, és aki így rábízta magát, a gyermekeit és egész életét. És érdekes, hogy Anna nem kérdezte a 3 éves kis Sámuelt, hogy akar-e hinni Istenben. Mint ahogy nemigen szoktuk a 3 éves gyerekünket kérdezni, hogy óhajt-e téli kabátot fölvenni -10 fokban. Mert tudjuk, hogy arra van szüksége, és ráadjuk. És tudjuk, hogy neki is Istenre van szüksége, és mihelyt a pici értelme nyiladozik, már lehet neki beszélni az élő Istenről, és mihelyt nyiladozik, ő már észreveszi, hogy valóban tisztelik-e a szülei, meg az otthon lévők azt az Istent, aki felé mutatják neki az utat. Mert Anna nem azt mondta, hogy majd, ha felnő, ő eldönti. Mit dönt el? Ha nem is ismeri Istent, hogy dönthetne Isten mellett? Picikorától meg kell vele ismertetni. Minden szülőnek Istentől kapott felelőssége, hogy bemutatja-e az élő Istent a gyermekeinek. Úgyhogy mire azok döntőképesek lesznek, ismerhetik azt, hogy kit utasítanak el, vagy kit választanak életük urául. És Anna nem azt mondta a kis Sámuelnek, hogy arra van Síló, menjél oda, mert nagyon jó templomba járni és a gyülekezettel együtt énekelni. Hanem azt olvassuk, hogy az egész család együtt ment az Isten tiszteletekre. És nem azt mondta, hogy apádnak meg nekem annyi dolgunk van, hogy nem érjünk rá Isten tiszteletre menni, mert érted dolgozunk, fiam. Hanem azt mondta, hogy akkor tudunk mi érted dolgozni, meg mindent megtenni, ha együtt hallgatjuk Isten igéjét, és együtt imádjuk őt. És Annának nem volt probléma az se, hogy mikor kezdje el a gyermeke hitben való nevelését. Egyáltalán a hívő emberek nem értik az ilyen probléma fölvetést. Hogy mikor? Hát aki Istenfélő ember, az hitben él. Hát az nem is tudja másként nevelni a gyermekét, csak hitben, mert minden úgy történik. Mert hittel vette tudomásul a gyerek hiányát, hittel imádkozott érte, hittel hordozta a szíve alatt 9 hónapig, hittel vette a karjára először, most meg hittel viszi vissza Istennek. Hát mindent ez határoz meg, hogy ő az élő Istennel közösségben él, és minden, amit gondol, mond és tesz, ennek a jegyében zajlik. Hát a hívő élet az nem valahogy úgy külön történik, vagy évente egyszer Sílóban a nagy ünnepen a szürke hétköznapokat meg éljük Isten nélkül. Hát ez nem így van. Hát a szürke hétköznapok is az Isten színe előtt zajlanak. A munka is Isten tiszteletté válik.
Az Isten félő ember mindig az Urat kérdezi, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. S ha már van gyereke, akkor mint Sámson édesapja hozzáteszi, hogy mi, és mit cselekedjék a gyermekünk, mert mi nem tudjuk. Mi nem arra akarjuk kényszeríteni, hogy azt pótolja be, ami nekünk nem sikerült, hanem azt szeretnénk, hogy az valósuljon meg az életében, amit te terveztél. Mert te tervezted a gyermekünket is. És csak akkor lesz boldog, csak akkor lesz a helyén, ha azt teszi, amivel te bíztad meg. De én azt honnan tudjam, szülő, hogy te mivel bíztad meg? Kérdezlek hát téged. Ez így működik az igazán istenfélő családokban. Mert vagy az egész az Isten szentségének a légkörében történik, és akkor, ha vannak is gondok, nehézségek, ha kizökken is néha az idő, mindig visszazökkenti ez a közösség, és Isten rendbe hozza, amit mi elrontunk, és áldást ad, és a gyerekeink áldást örökölnek, csodálatos kifejezés ez a Bibliában. Vagy pedig, ha kimarad Isten, akkor csak magunkra számíthatunk, és aztán magunkra vessünk. Éppen ez a nagy ígéret a 10 parancsolatban, amikor Isten azt mondja, hogy irgalmasságot cselekszem 1000 nemzedéken keresztül azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsaimat megtartják. 1000 nemzedéken keresztül, ami azt jelenti, hogy megszakítás nélkül, amíg őt szeretik, és az ő parancsait megtartjuk. Adjunk hálát ma azért, ha istenfélő családban nőhettünk föl. Ha talán a születésünk előtt már hangzott értünk imádság. Ha picikorunkban már hallhattunk Istenről. Nagy ajándék ez. De senki ne keseredjék el, hogyha nem ilyen családból indulhatott el. Mert egyáltalán nem ez volt jellemző otthon. Akkor most ugyanez elkezdődhet ő vele. Ő lesz az első láncszem. Innen számítják az 1000 nemzedéket. És jön az Isten áldása. Mindazok, akik őt szeretik, és az ő parancsait megtartják. Aki pedig őt gyűlöli, az maga ellen hívja ki az ítéletet. Hogyha már korábban elkezdődött, meg ne szakadjon nálunk, legyen folytonos az áldás. Vegyük és adjuk tovább. Ha meg nem kezdődött el, legyünk mi az elsők, akik elkezdjük ezt a komoly Isten félelmet, ezt az őszinte ima életet. Így bízzuk rá magunkat és szeretteinket, a seregek urára, akinek ma is minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen, és akkor tudunk áldást továbbadni. Gondolkozzunk még délután is ezen az igén, javasolom, hogy olvassuk el az egész fejezetet, olyan szép az is, ahol olyan röviden utal arra, hogy egyszer csak jelentkezik a kis Sámuel, Anna első gyermeke, hogy most már várhatják őt, és engedjük, hogy Isten alkalmazza ezeket a dolgokat rejánk, hogy ami nem Isten szerint való, az megváltozzék, ami ő szerinte történik az életünkben, abban meg megerősödjünk. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, hogy amikor itt jártál emberi testben a földön, gyógyítottál minden betegséget és erőtlenséget. Alázatosan kérünk, gyógyítsd a beteg házasságokat, a mérgezett levegőjű családokat. Könyörgünk, taníts minket megbocsátani és bocsánatot kérni. Taníts minket tőled kapott szeretettel szeretni egymást. Könyörgünk a gyermekeinkért, könyörgünk a gyermekeket vállaló szülőkért, adj nekik bátorságot ehhez és örömöt ebben, és engedd megtapasztalniuk a te gondviselő szeretetedet. Könyörgünk hozzád azokért, akik család nélkül nőnek föl. Különösen is imádkozunk a nevelő otthonokban növekedő fiatalokért. Könyörgünk azokért, akik egyedül nevelik a gyermekeiket, és nincs kontroll, és nincs kivel megosztani a felelősséget. Már csak ez is hadd vigye őket még közelebb te hozzád.
Könyörgünk hozzád a tegnap elballagott fiatalokért. Add, hogy minél többen legyenek közöttük, akik téged kérdeznek, mit akarsz, hogy cselekedjenek. Tedd könnyűvé a pályaválasztást, a te akaratod fölismerését és cselekvését. Segítsd őket, hogy egész jövőjüket a te kezedbe tegyék le. Könyörgünk hozzád azokért az otthonokért, ahol nincs békesség, ahol hidegség van. Kérünk téged, hogy minden keserűség és kegyetlenség helyére ajándékozz minél többeknek a te békességedet és szeretetedet. És kiáltunk hozzád, Urunk, ebben a nagy szárazságban esőért. Egyedül te tudsz megajándékozni minket, termékenyítő idővel, korai és késői esőkkel is. Ne a mi bűneink szerint cselekedj velünk, légy irgalmas nékünk. És kérünk, add meg mindenkinek a mindennapi kenyeret, a mindennapra szükséges igét, a mindennapi békességet. Segíts folytatni az imádságot ebben a csendben. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajád, és adjon néked békességet. Amen.